napjainkban a zsidó közösség semmilyen módon eljárásokban és az államigazgatás különböző területein nem különböztetik meg, és hátrányos megkülönböztetésben nem szenvednek a zsidó közösség tagjai. Természetesen a közösséget foglalkoztatják különböző dolgok, ugyanúgy, mint minden más kisebbséget. Azt gondolom, hogy elsősorban mégiscsak az antiszemitizmus kérdése az, ami a legjobban foglalkoztatja a zsidó közösség tagjait. Ugye a felméréseink azt igazolják, hogy Magyarországon a lakosság egyharmada tekinthető antiszemita előítéletességtől erősen átitatottnak. A lakosság kétharmada nem érintett ebben a kérdésben. Ez az egyharmad, ez néha hangosabb, néha kevésbé hangos. Általában elmondhatjuk azt, hogy főképpen a politika tudja ezt felszítani, és ugyanúgy a politika és a politikai szereplők tudják ezt csökkenteni is. Ha az antiszemitizmust mint fő problémát említem, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy az antiszemita jelenségek, amiket szervezetünk, a Tett és Vételem Alapítvány monitoroz és minden hónapban egy jelentésben gyűjt össze, ezeknek az eseteknek a száma az utóbbi években jelentős mértékben nem változott. Ez azt jelenti, hogy 40-50 olyan antiszemita, egyértelműen antiszemita motivációval áthűtött esetet tudunk elmondani, amik a látókörünkbe kerültek. Évek óta ez a mennyiség most már. Ez összehasonlításképpen a lakosság teljes számarányát, vagy a lakosságon belül a zsidó közösség számarányát tekintve nem tekinthető soknak nyugat-európai társadalmakkal való összehasonlításban. De egy eset is sok, természetesen. Még itt fontos megjegyezni, hogy az elmúlt 5 évben összesen 3 olyan fizikai támadással és veszélyeztetettséggel jellemző antiszemita esetet azonosítottunk, ami valamely személy sérelmére vagy valamely személy ellen követtek el. Tehát 3 ilyen eset volt az elmúlt 5 évben. Az összes többi az kifejezetten gyűlöletcselekmény vagy gyűlöletbeszéd. Ide tartozik nyilvánvalóan a verbális megnyilatkozások, de ide tartozik az is, amikor szvasztikát festenek fel valamilyen zsidó közintézményre. Az antiszemitizmuson túl természetesen, mint ahogy a magyar társadalom minden más kisebbségét foglalkoztatják alapvető emlékezetpolitikai kérdések. Hogy emlékezünk a 20. századi totalitárius rendszerekre, beleértve a kommunista rendszerre, beleértve a második világháború megelőző 20. század első felében tapasztalható horti rendszerre, vagy az azt követő nyilas uralomra. Ezek mindennapi témát adnak a zsidó közösségnek, mint ahogy az egész magyar társadalom ezzel minden nap szembesül. Az egyes politikai eseményeken való megemlékezéssel kapcsolatosan, akár beleértem azt is, amikor mondjuk a Hortiról történészeken túlmenően a politika megnyilatkozik.